még Blaney vezeti a versenyt, Suarez nézelődik mindenhol, jön Szindrik is, alul Busch támad. Irgalmatlan lendülettel Kyle Busch. És felbukkan Ross Chastain is Bubba Wallace mellett, ott van Chastain, az ötödik helyen összeérnek. Kis húzódik Chastain az apronre, ott gyűjti össze az egyes Camarót. Nagyon-nagyon feszült végjáték lesz, Suarez kívül próbál elmenni, ott semmi hely nincsen, vissza kell jönni a célegyenesben, belülről próbálkozna, de Blaney azt levédi, kettő kör még, három mérföld Atlantából. Nem működött a crossover-e Daniel Suareznek, újra lendületet kell gyűjtenie Austin Szindrik első lökhárítójáról. Kettő kanyarra van Ryan Blaney attól, hogy meglássa a fehér zászlót, és elkerüljük a hosszabbítást. Nagyon érdemes ezt a futamot a fehér zászlónál vezetni, mert egyáltalán nem biztos, hogy végig tudjuk futni a teljes távot. Jön Blaney a négyesben, Suarez kívülről, Busch is nézelődik, megkapjuk a fehér zászlót, megkezdődik az utolsó kör. A következő zászló véget vet a futamnak. Blaney egy picit elkezd elnyúlni, de mire kijönnek a kettes kanyarból, Busch és Suarez is ott vannak már rajta. Wallace ott van a negyedik, ötödik helyen, ahogy Szindrik is. Összeáll a külső ív. Na most jön Busch, középen próbálkozik! Bubba Wallace is felzárkózik Ryan Blaneyre! Wallace felcsúszik, Suarez, Busch és Blaney együtt fordulnak rá a célegyenesre! Photon finish Atlantában! Kinyeri! Ryan Blaney, szerintem Ryan Blaney nyerte! Vagy Suarez! Vagy Busch! Kinyeri az atlantai versenyt! Együtt érkeznek meg a célba! Ez mi finish volt, Zoli? Kockázzuk ki! Blaney biztos, hogy előrébb van, mint Kyle Busch. És... én ezt nem tudom megítélni. Hát ilyet! Ez szerintem Suarez. Ez szerintem Daniel Suarez. De ugyanígy lehet Ryan Blaney is.